Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontaktrádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. Ezúttal Ahmed Badrinak a kiállítására invitálom Önöket, mely a Magyar Elektrográfiai Társaság Bölcső utcai galériájában nyílt. Hallgassák meg az ott készült riportot. Itt vagyunk a Magyar Elektrográfiai Társaságnak a galériájában, ahol egy különleges kiállítás nyílt. A kiállításnak a kurátorát kérdezem, milyen kiállítás is ez, mit lehet itt látni? Igen, tehát én Fa Marianna vagyok, a Kairói Kulturális Intézetnek, Magyar Kulturális Intézetnek a programszervezője. Ez a kiállítás Ahmed Badri egyiptomi képzőművésznek az önálló kiállítása. Mit lehet látni ezen a kiállításon? Tehát a kiállításon a művész munkáiról készült fényképeket láthatjuk, amelyek főként szobrok, illetve beállított kompozíciók, fényképek. Magyarra nem fordítottam le a kiállítás címét, tehát ez Provisionary Dead Lass a címe a sorozatnak, amelyen most már 2 éve is dolgozik a művész, különböző médiumokat használva, objekt, fotó, digitális média, tönkrement vagy sérült használati tárgyakat ábrázol, amelyek visszanyerik a használhatóságukat, amennyire csak lehet. És konkrétan milyen tárgyakról van szó? Elég változatos, tehát ilyen mindennapi használati tárgyak, tehát láthatunk itt például tönkrement kanapét, amelynek az egyik ülése mondjuk egy egyszerű székkel van helyettesítve, akkor látunk ollót, amelynek az egyik szára egy ilyen csavarral van helyettesítve, aminek van egy ilyen kis horoga a fején, tehát hogy használhatóvá legyen téve. Aztán láthatunk itt fülhallgatót, amelynek az egyik szára nagy, a másikon pedig ez a fülbedugós kis fülhallgató van applikálva, ilyen házi DIY módszerekkel, tehát ehhez hasonló dolgok, meg mindenféle trükkös egyéb objektekről készült fényképeket is. Hogyan választja ki az objekteket, ezeket a tárgyakat? Erről lehet, hogy a művész kéne inkább megkérdezni pontosan. De előtte még tudok mondani egyéb munkákról, tehát hogy láthatunk itt a kiállításon egy fényképet, például egy egyiptomi rendszámtábráról, amelyre arab betűkkel van írva az, hogy Maszr, tehát Egyiptom, és az alatta szereplő 3 betű, ami a rendszámtáblának a 3 betű eleme, nem a szám, a 3 betű az azt jelenti, hogy örökség. És a szám, ami rajta szerepel, az az 1-22, az pedig az Egyiptomban a rendőrségnek a száma, és ez a munka a forradalom alatt készült. Amelyik melletti tárgy szintén egy érdekes, nagyméretű tárgynak tűnik. Igen, ez egy 2 méteres vészkalapács, de a művész kéne megkérdezni. Megkérdezhetjük közben? What's the story of this hammer? Or there was another question, like how do you choose the objects you are using for your art? Mainly the objects are posted on social media. And it's in different context, which is used as a sense of humor. But I, in the same time, they questioned the ability of the system. And I focus on this exactly this part to make a monument of this objects. Ezek olyanok, mint a Facebook ilyesmiken jelennek meg. Többnyire, amikor ilyen vicces képek válogatás van, tehát amikor az emberek ilyen házi sufni tuning módszerekkel hoznak helyre törött tárgyakat, vagy például helyettesítenek egy autó visszapillantó tükröt egy sima kézi tükörrel, oda van ragasztva például. Vannak ilyen képválogatások, tehát ezt szerintem mindenki ismeri a hallgatók közül, és akkor ő ezek közül válogat, ezzel tulajdonképpen a globális gazdasági rendszernek a hiányosságaira kérdez rá, tehát hogy ilyesmikre irányítja rá a figyelmet. Ennél a kalapácsnál milyen gondolat van mögötte? The hammer is a symbol of the safety in the public transport. People can recognize because it's red in the bus and they have like a shared memory with everybody else. It's kind of exit also in the trouble. I made it during the revolution actually as a symbol of going out of the situation that we were having in Cairo at the time. And I made it really big, like 2 meters big.
Also, blessed in Egypt, we didn't have this tool in our public transport, and it was for the audience a very strange object. It's like a foreign object for them. And as they read the description beside it, then they understood it's in the tool to use, yeah, in emergency exits. Exactly. Tehát ez a kalapács tulajdonképpen a forradalom ideje alatt készült, és hogy azért választotta ezt a tárgyat, mert ez mindenki számára ismert, legalábbis Európában, tehát hogy ezt a buszokon használják, egy ilyen problémás szituációból való kijutás segíti, és akkor ez mint egy ilyen szimbólum használta a forradalmi időkben, és Egyiptomban ez nem ismert, tehát ehhez kellett egy leírást adnia, és akkor értették meg az emberek, hogy ez mire utal. És hogy nagyon nagy méretű, tehát egy ilyen kétméteres szobrot kell elképzelni. Az itt kiállított tárgyak között van-e más is, ami a forradalomhoz kötődik? A rendszámtábláról volt szó, és ezen... The works which are shown here, is there anything else which is related to the revolution? Yes, there is. I was talking about it. Yeah, and also the video which shows the holy box. It's a fence, fabrics with golden frame. And lighted with small lamps, blinking lamps. It's symbolic of the empty, decorated holy box, which it's empty still. Because usually this kind of box, they used to have the Holy Quran inside, and the people used to have it as a decoration in the living rooms. And I like deconstruct this box, take out the Holy Quran from it, and it's still holy empty box. And this was made during the revolution or before? Yeah, during the revolution. During. Okay, so they had a szent doboz. That is a csomó család nappaliában megtalálható. Tehát ez egy aranykeretezésű csipkével díszített és egy ilyen villogó fénnyel világított doboz, amelyben a Szent Korán található a közepében. Ő kivette belőle a Koránt, ezzel utalva arra, hogy valaminek a szentsége elveszett. Tehát például a forradalmuké. De ennek főként ez a lényege. A továbbiakon melyikről mondjuk a szandál? Hát a bajdusítsük. Yeah, this photo is very famous in the social media, where it's taken, I think, in front of a mosque, where people are leaving their shoes or flip-flops outside of the mosque, and they are afraid to be stolen, and that's why they put the lock in. Yeah, they put the lock in flip-flops, not to be stolen. But never seen this before. Yeah, and then I reproduced this object in cartoon, and yeah, I photographed the object. Azt mondja, hogy ez nagyon népszerű volt social media oldalakon, tehát hogy sokszor lehet találkozni ezzel a képet, de lehet, hogy inkább az ő kultúrájuk kontextusában, tehát hogy ott kerül ez elő inkább. Az ottani közösségi oldalakon, igen, tehát hogy ott fordul elő gyakran, mert hogy a mecsetek elől el szokták lopni a cipőket sokszor, tehát hogy ez előfordul, és akkor ez egy papucs, amelynek a két pár, tehát hogy a pár, az össze van lakatolva, és ő ezt újra kreálta, szintén kartonból, és a lakatot is, és az objektről készült fényképet láthatjuk itt a galériában. Mennyire aktuális ez ma is, vagy mióta aktuális? Ez, hogy ellopják? Igen, ellopják. How actual is this problem? Is it still every day people are stealing shoes from the mosques? Or it was a more popular act? Yeah, I think it depends on the area, but yeah, it's still... Still exist. Azt mondja, hogy függ attól, hogy melyik részén Egyiptomnak, vagy melyik részén Kairónak, de hogy még igen, még mindig előfordul ilyesmi. Ha nézzük a további képeket, itt ezek a kulcsok, a szöggel. Can you tell us something about this? It's also reproduced object from the photos, online photo, where somebody is hanging his keys with a nail into a plug. I think it's like shocking photo, shocking object, where you never know if it's this has electricity or not. Yeah. Then you cannot touch it, and it's very safe. Yeah. In the same time, it has this contradiction. Mm. It's very safe, and in the same time, it's very dangerous. That's why I choose this object to reproduce. Mm. Yeah, it's very tricky.
to reproduce in cardboard. And it's yeah, it's a basic idea that power always use to make you fear, then they have more power. It's more like politic. Yeah, typical. Ezen a képen egy konnektort láthatunk, amelynek az egyik szárába egy csavar van beledugva, és azon lóg egy kulcsomó. És azt mondja erről, hogy ez egy nagyon ellentmondásos szituáció, mert hogy nem tudjuk, hogy van-e áram a konnektorban, tehát így nem szívesen vennénk le azt a kulcsot, tehát egyszerre nagyon biztonságos és nagyon veszélyes ez, amit látunk, és hogy ez az erő parafrázisa valahogy, tehát hogy a hatalom vissza tud élni az erejével. Ott egy pizzát látok. A vasaló és a pizza, hogy jön össze? I mean, it's very unusual way of thinking to heat up a slice of pizza on an iron. It's beyond our ordinary way of thinking how to use tools, because each tool has like some information that we inherit or we know about, and this is somehow somebody is out of the system who makes this solution to heat up a pizza on an iron, or to use it totally different way that our beyond our imagination. Ez is egy szokatlan gondolkodásmódra utaló objektet ábrázol, amelyen egy vasalót láthatunk fordítva, tehát a talpa van felfelé, és a talpán egy pizza szelet merekszik éppen. És aki egy ilyen megoldást használ, az valahogy a rendszeren, a megszokott módokon kívüli személyiség és kivételes gondolkodásmódra utal. Ez itt. Szerintem hasonló nyomvonalon haladunk, tehát, hogy szintén a négyzeten kívüli gondolkodás. Tehát a megszokottól eltérő megoldásokat használva, nagyon találékonyan egyébként. Tehát ezen a képen egy fúrót látunk, amelynek a fúró fej helyére egy olló van erősítve, és az ollónak a szára, amiben egyébként az ujjunkat rúgnánk, azzal van felverve a tenyszínhab, és ezt így láthatjuk a tálban. Ez is a közösségi oldalakon látható képek között. Igen. Tehát ezeknek a tárgyaknak a javarésze, vagy pedig, amit ő a személyes életében lát és tapasztal, akkor azokat csinálja meg szintén kartonból, és akkor szoborformába öltenek testet, mint műalkotás. A saját életéből konkrétan van-e itt valami kiállítva, amit abból merítek? Uh-huh. Anything what you've seen yourself, not on the social media? Yeah, like this object, for example, we do this object, yeah. We used to do this solution at home, where you find a wire without plug, then you just use old plug. But in the same time, this has electricity and it's very dangerous as a solution, and this also in the same time creates problem in the same time. Because this is like a wire coming from another device, but without plug, and they use this, you know, it's old one, to connect the wire and then put it into. Akkor itt a konnektoroknál mi a helyzet? Tehát itt azt látjuk, hogy van egy kapcsoló, és fölötte van egy konnektor, amelyben nem a falon keresztül van bekötve az elektromosság, hanem egyszerűen egy kábel bemegy pont a két lyuk alá, és akkor oda be van dugva egy villásdugó, amelynek a szárai a levegőbe lógnak szabadon. Igen, tehát ez is veszélyes így, hogyha nyilván, hogyha a szabadba lóg. And what about this? This is an old one, and we use, you know, only use the wire to attach it, to put it in. So the wire is attached on the... okay. Tehát itt látunk egy konnektort és egy kapcsolót. Ahhoz, hogy egy berendezést használni tudjanak, aminek nem működik a villásdugója, csak ez a két kábel lóg ki belőle, azt rátekerik egy villásdugóra, amit levágtak egy másik berendezésről, amely már nem működik, és a villásdugóból kilóg két kábel szabadon a levegőbe, tehát abban is áram van, viszont a villájra rátekerik a másik berendezésnek a kábeljeit, és úgy dugják be. És akkor ez a levegőbe lóg szabadon, tehát teljesen veszélyes, de szerintem ez a megoldás teljesen jellemző Egyiptomra, tehát hogy nekik valahogy máshol van a küszöbük veszélyérzet terén. Következő kérdés, hogy erre a kiállításra hozott képek minek alapján lettek kiválasztva? Miért pont ezek kerültek itt ki? A fő oka ennek, mivel ő főleg objektekkel dolgozik, de mint látja, tehát az objektekről készülnek fényképek is, amelyek ugyanúgy egyenértékű műalkotások, és a galériának a jellege az, ami meghatározta a válogatást. Tehát ide akkor nem objekteket
hoztunk, hanem az objektekről készült fényképeket, olyanokat is, amelyek önmagában, tehát úgy műalkotás, hogy mint például ez a habverős fénykép, tehát hogy az egy fénykép, és ez a műalkotás. De vannak olyan tárgyak, mint például ez a konnektor, amiről beszélünk, tehát ezek létező szobrok, tehát ezek méterszer méteres, tehát fel vannak nagyítva, vagy pedig a fülhallgató. Azok objektek, tehát azok szoborként kiállíthatók bárhol. A galéria jellege miatt esett a választás egy ilyen fotográfiai kiállításra és videó. Honnan jött az ötlet, hogy egy kiállítást rendezzenek? Hát igazából az Ágival való jó kapcsolat okán. Tehát mi szerveztünk már egy kiállítást a Magyar Elektrográfiai Társaságnak Kairóban, és ő pedig említette nekem, hogy milyen jó lenne, hogyha a külföldi művészek is el tudnának jönni ide bemutatkozni. Ő pedig éppen Európában járt, és akkor így ötvöztük a dolgokat, tehát összehangoltuk. Milyen terveid vannak a művészetnek a jövőre vonatkozóan? Az idei évben a Kairói Biennálén egy csoportos kiállításon vesz részt, és a következő évben nem tervez aktív alkotói munkát, hanem Beirutba fog tanulni egy egyéves programon, amelynek a neve Homeworks. Oda nyert meghívást, és ez inkább egy elméleti kutatás központú továbbképzés, és utána jönnek majd a szóló kiállítások Kairóban és Libanonban. Most kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Az egyiptomi zene után folytassuk kiállítási ismertetőnket. Ahmed Badrinak a kiállításáról van szó, amelyet a Kairói Magyar Intézet rendezett. Éppen ezért a Kairói Magyar Intézet vezetőjével készítettem a következő riportot. Ez a kiállítás hogyan jött Magyarországra, mi adta az indító ötletet? Jó napot kívánok, én Kovács Renáta vagyok, a Kairói Magyar Kulturális Tanácsosi Hivatal, vagyis hát a Kairói Balassi Intézetnek a vezetője. Igazából a művészt én kolléganőmön keresztül ismertem meg, a Famarianon keresztül, és az ő ötlete volt egyébként, hogy ezt a művészt, aki már más nemzetközi szimpóziumokon is részt vett, csoportos és egyéni kiállításokon is, hogy akkor őt hívjuk meg ide Budapestre is, és akkor gyakorlatilag azóta, amióta mi ketten szervezzük a Magyar Intézet programjait, azóta akkor legyen egy ilyen történelmi kiállítás, ami abból a szempontból történelmi, hogy most ez az első alkalom, hogy egyiptomi művész Budapesten állít ki. Azóta, mióta Marian és én együtt dolgozunk az intézetben, ez 2014. szeptembere óta gyakorlatilag. Nem is tudom, a mi királyságunk alatt most ez az első alkalom. Az intézetnek milyen más tevékenysége? De az intézetnek fő tevékenysége természetesen az, hogy a magyar kultúrát közelebb hozza, a lehető legközelebb hozza az egyiptomi közönséghez. Ezt általában filmvetítésekkel, kiállításokkal, tudományos előadásokkal
próbáljuk lefedni. Ez az elsőleges feladata, és a másodlagos feladata pedig egyébként a kultúrdiplomácia, az oktatási tervekben, projektekben való részvétel, ezeknek a bemutatása, ezeknek a reklámozása, hogy milyen bilaterális, kulturális és tudományos kapcsolatok vannak a két ország között, akkor mi segítkezünk abban, hogy koordináljuk a három magyar Luxorban dolgozó missziónak a munkáját is, vagy az engedélyeik beszerzését. Igazából a mi munkánk az nem csak abból áll, hogy kultúrát mutatunk az egyiptomi közönségnek, hanem emögött azért rengeteg háttérmunka is zajlik, amit nem feltétlenül tudunk úgymond kiállítani, de azért a kulturális területhez tartozik. Hol működik a kulturális iroda? A kulturális intézet Kairó belvárosában működik, egy nagyon jól megközelíthető helyen, mert két metroállomás is van a közelben, illetve a kairói belvárosnak két fő útvonala között helyezkedik el maga az intézet. Ez egy régi bérház jellegű épület, teljes második emeletét foglaljuk mi el. Ez azt jelenti, hogy van egy hatalmas nagy kiállítótermünk, van egy hatalmas nagy könyvtárunk, két iroda, ahol a gyakorlati munkát végezzük, és ezen kívül pedig van még egy mozitermünk is, amelybe körülbelül 90 embert tudunk befogadni gyakorlatilag. És ez a kiállítóterem természetesen szolgál arra, hogy magyar és egyiptomi művészek munkáit bemutassuk. A moziterem az pedig egyértelműen a filmek bemutatására szolgál, illetve a tudományos előadásokat is ott szoktuk tartani. Említettem, hogy ez is egy fontos arculata a Magyar Intézetnek, hogy a Magyarországról érkező Egyiptommal, vagy az arabisztikával, orientalisztikával kapcsolatos kutatásait bemutassa. Most legutóbb milyen előadások voltak, és mit terveznek? Legutóbb orientalizmus és arabisztikával foglalkozó fiatal kutatók voltak kint, és ők mutatták be azokat a szövegelemzéseket, vagy azokat az új ilyen filológiai újdonságokat, amit a kairói tartózkodásuk alatt tudtak felfedezni, vagy az alatt kutattak fel. Ezekről tűnik, hogy nagy részük egyébként magyar PhD hallgató, akik már nagyon közel vannak ahhoz, hogy a disszertációjukat befejezzék, és a kairói könyvtárakat használják ki arra, hogy anyagot gyűjtsenek. És amire most tervezünk, egy nagyon erős fél évünk lesz, hát igazából negyed év, ugye szeptembertől egészen december végéig. A fő vonalat a magyar nép- és mezőgazdasági kultúra bemutatása fogja adni, ugyanis azt tudni kell, hogy a Kairóban működő mezőgazdasági múzeum kiállításának, vagy egyáltalán annak a koncepciójának megalapítva, vagy kigondolója egy magyar volt, és az első igazgató is egy magyar volt, és mivel ezt a kapcsolatot a két mezőgazdasági múzeum között szeretnénk újra feléleszteni, ezért elterveztünk egy négy részből álló előadássorozatot, amely a magyar mezőgazdasági évet, és az ahhoz kapcsolódó kultúrkört mutatja be. Ez lesz a fővonal, ehhez majd kapcsolódik egy kiállítás, illetve decemberben egy táncház és egy magyar népzenei koncert. És akkor ezen kívül még folyamatosan megmarad a tudományos előadás havonta egy alkalommal. Filmjeink is lesznek. Ebben az évben természetesen hangsúlyt kap az 1956-60. Évfordulója. Ezt is méltóképpen szeretnénk előadással, könyvbemutatóval és kiállítással, illetve lehetőség szerint egy koncerttel megünnepelni. És hát még rengeteg mondjuk kisebb volumenű dolog, de hát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy mondjuk minden második héten a Magyar Intézet fog programot kínálni az egyiptomi közönségnek. Kiállításokat milyen gyakran rendez? Igazából próbálunk arra törekedni, hogy két havonta legyen egy kiállításunk. Az utolsó egy évben ez egy picit ennél sűrűbb is lesz, mert lesz egy mezőgazdasági kiállításunk, lesz egy Bartók kiállításunk, és lesz egy 56-os kiállításunk. Tehát most gyakorlatilag mondjuk azért így 6 hetente próbáljuk majd a kiállításokat váltani. Távlati tervünk egyébként, hogy a 2017-es év, annak a fő vonulata a magyar képzőművészet legyen, és akkor viszont úgy gondoljuk, hogy akkor egész évben lesznek kiállításaink, tehát havonta egyet szeretnénk megnyitni majd. Ezek a kiállítások magyar művészek, vagy egyiptomi művészek kutatásai? Általában magyar művészeket választunk ki, és a kiválasztás szempont az egyrészt az, hogy a magyar kulturális évadra valamilyen úton módon reflektáljon, mert ugye azért az fontos, hogy világban működő magyar intézetek hasonló profilt nyújtsanak, tehát mi is alkalmazkodunk ehhez nagy magyar évfordulókhoz például, ez az egyik szempont. És ezen kívül a másik szempont, hogy olyan művészek jöjjenek el hozzánk az intézetbe, akik valamilyen módon kapcsolódnak az egyiptomi kultúrához. Tehát akár mondjuk akár még a faraonikus korszakról is beszélve, vagy már a modern Egyiptomhoz, hogy olyan művészek, akik kint éltek Egyiptomban egy ideig, és ez adott számukra egy ihletettséget az alkotásban, vagy olyan művészek, akik
valamilyen módon akár a keleti világhoz is kötődnek, mert ugye számunkra azért ez is fontos, hogy az egész közel-keletet próbáljuk lefedni, vagy például ezt az előbb is felejtettem említeni, hogy lesz most egy olyan kiállításunk, ami Szudánhoz és hát Núbiához kötődik, ami szintén a mi érdekeltségünkbe tartozik. Tehát igazából mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy valamiféle dialógus legyen az egyiptomi és a magyar kultúra között, és hogy a két kultúra találkozásának a közös pontjait mutathassuk be az intézetben. Egyiptomiak mennyire szívesen jönnek, mennyire van törzs közönsége az intézet különböző programjainak? Törzs közönségünk már mindenképp van. Tényleg nagyon szívesen járnak hozzánk az egyiptomiak. Én azt mondanám, hogy egy ilyen 25-30 emberrel mindig számíthatunk a rendezvényeinken, akik valóban mindig eljönnek, és már csak ott a beszélgetések folyamán. Igen, és amikor a múltkor itt voltunk a filmen, tehát hogy akkor már visszautalnak arra, hogy hányszor voltak a Magyar Intézetben és mit láttak. Igazából amit most szeretnénk, és ennek a képzőművészeti évnek is ez lenne egy picit a célja, hogy a fiatal generációt is magunkhoz szólítani, mert akik most járnak hozzánk, ők ilyen 40-es, 50-es éveiben járó egyiptomiak, és mi nagyon szeretnénk, hogyha az ennél fiatalabbak, az egyetemisták eljárnának hozzánk, fiatal művészek eljárnának hozzánk, és hogy ezáltal frissülne a mi közönségünk is. Ezeket a célcsoportokat meg kell találni, és például ennek érdekében most már ez egy teljesen eldöntött vonal az intézetben, hogy erőteljesen bekapcsolódni nagy kairói művészeti fesztiválokba, mert hogy oda jár az a közönség, aki aztán átcsábítható, úgymond, a Magyar Intézethez, és ezek a fiatalok. És mondom, félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy mi nem szeretjük, hogy nem tudom, idősek járnak az intézetbe, csak hogy egyszerűen legyen egy utánpótlás, meg hogy minél vegyesebb a társaság, annál inkább azt jelenti, hogy mi olyan programokat kínálunk, amely minden generáció számára érdekes lehet. Akik most járnak, ők honnan jöttek? Honnan tudnak az intézetről? Van-e más magyar kapcsolatuk? Tehát, hogy esetleg azért keresték föl, mert valamilyen kapcsolatban voltak korábban Magyarországgal. Ez is egyébként nagyon-nagyon változó. Vannak olyanok, akik csak egyszerűen szeretnek, nem tudom, kulturális eseményekre járni, és akkor valóban így megkapják a hírleveleinket, vagy maguk betelefonálnak a Magyar Intézetbe, hogy esetleg mikor van a következő program, vagy mondjuk még ez főleg kissé fiatalabbakra, hogy követik esetleg a Facebook oldalunkat, vagy van, akiket mi hívunk fel, mert mondjuk nem használnak e-mailt, nem használnak Facebookot. És aztán van természetesen egy olyan közönségünk, akiknek vagy akár mondjuk magyar feleségük van, és akkor ott élnek Egyiptomban, az akkor már emiatt is érdeklődik a felesége kultúrája, emiatt is érdeklődik a magyar kultúra iránt. Aztán vannak olyanok, akik mondjuk Magyarországon tanultak például, vagy valamennyit Magyarországon éltek, vagy esetleg van magyarországi üzleti kapcsolat, és akkor ők is eljönnek hozzánk, hogy akkor ne csak az ilyen jellegű kapcsolatok maradjanak meg, hanem hogy Magyarországra vonatkozó ismereteiben tovább tudjanak lépni egy picit. Az intézetnek a programjában az Egyiptomban élő magyarok feleségként, férként, ott dolgozóként mennyire kapcsolódnak be? Igen, tehát aktív szerepet, például programokat szervezünk, főleg ilyen kolónia összetartó, magyar kolónia összetartó programokat a magyar nagykövetséggel közösen. Ez Mikulás és Húsvét, az amikor van egy nekünk is, van egy egyiptomi Mikulásunk, és van húsvéti tojásfestés, ezt általában közösen szervezük a magyar nagykövetséggel. Ilyenkor a kint élő magyar hölgyek, akik mondjuk már 25-30 éve ott élnek magyar feleségként, akkor ebben természetesen sokkal aktívabban részt vesztek, mert tényleg nekik is fontos picit ez a... Nekik tényleg ez az a fórum, ahol úgy érzik, hogy akkor valóban a magyarságuk az. És akkor ők, ha mással nem, akkor legalább, nem tudom, pogácsával, almáspitével, nem tudom, túróspitével, tehát ilyesmivel beszállnak a szervezésbe. És közben pedig van egy programunk, ami abból áll, hogy minden hónap első szerdáján délelőtt a magyar feleségek, akik Kairóban élnek most már 25-30 éve, ők összegyűlnek nálunk az intézetben egy kis tereferére. Ez az a program, amit egyébként ők maguk szerveznek. Ezt így eldöntöttek, hogy akkor minden hónap első szerdáján összegyűlünk, ekkor és ekkor találkozunk, ki mit hoz, és akkor valóban ott vannak, beszélgetnek, a Magyar Intézet könyvtárából alkalomattán könyveket visznek magukkal, vagy akár DVD-ket visznek magukkal, ezt a következő hónapban visszahozzák. Tehát ez például ez egy rájuk épülő program. Ami mondjuk nem általuk szervezett, de mondjuk sikeresebb program volt, amikor most
a Ramadán idején Kairóban filmeket vetítettünk a Magyar Intézetben. Ezek kortárs 2014-2015-ös magyar filmek voltak, és például egyértelmű volt, hogy a kint élő magyar hölgyek erre ki vannak éhezve, vagy aktuális információkat kapjanak, mert ezekre a vetítésekre mind eljöttek például. Ez egy ilyen szép dolog volt, hogy akkor ott voltak, és ezek olyan filmek voltak, ahogy nem tudom, Básti Juli, tehát ezek nagyon nagy klasszikus színész arcok szerepeltek ezekben a filmekben, és ez számukra egy bizonyos fokú ilyen, tehát nem is tudom, tehát ilyen nosztalgiát, vagy visszatekintést, vagy fogódzót jelentett még a magyar kultúrához, mert ezek olyan arcok voltak, akiket még ismernek, tehát amitől még nem szakadtak el teljes mértékben. Milyen tervek vannak most a közeljövővel kapcsolatban, hogyha valaki mostanában utazik Kairóba, és egy kicsit honvágya támad, vagy benézne az intézetbe, mi fogadja ott? Most szeptember 15-én indul az első program, akkor lesz az első néprajzi előadás. Akkor én már meg is szervezünk a néprajzi kiállítást is, amit már említettem. Majd hamarosan következnek az október 23-ai ünnepség, de előtte lesz még egy néprajzi kiállítás, vagy egy néprajzi előadás, bocsánat. Következnek, ahogy mondtam, igen, az október 23-ai ünnepségek. Közben mennek tovább, minden hónap utolsó hetében szokott általában lenni a tudományos előadás, és hamarosan egy népzenei koncertünk is lesz, ez körülbelül november elején, amikor ez időszerű lesz, ott még a művészekkel egyeztetni kell. Egyébként még azt szeretném volna elmondani, hogy a Magyar Intézetnek, hogy Balassi Institute Kairó, tehát ez az angol névvel, nagyon aktív Facebook oldala van, tehát hogyha bárki kíváncsi lenne rá, akkor én azt ajánlom, hogy igazából ezt az oldalt érdemes követni. A weboldalunk azt most be kell valam, az picit leállt, de a Facebook oldalunk az folyamatosan frissül, és nem csak a programajánlatokkal, hanem minden más Magyarországot vagy Egyiptomot érintő kulturális hírrel. Úgyhogy ezeket érdemes akkor követni. Ezek az előadások, programok milyen nyelven folynak? Több nyelvűek, vagy egy kiválasztott nyelven? Ugye általában, mivel azért Kairónak nagyon nemzetközi a közönsége is, igazából az intézben nem csak egyiptomiak járnak, hanem olyan ösztöndíjas diákok, akik például a Kairói Amerikai Egyetemen tanulnak, más nemzetiségű ösztöndíjas diákok, vagy egyszerűen csak például az ismerőseink, akiket meghívunk a programjainkra. Ezek közül nem mindenki tud arabul például, angolul viszont általában, de nagyon sokszor angolul tartjuk a programjainkat, ez a közös nyelv. Hál' Istennek lehet bízni az egyiptomiakban, mert azért a hozzánk járó közönségnek van olyan angol nyelvi szintje, hogy ezt meg lehet, tehát hogy meg tudja érteni. Amikor viszont olyan előadó jön hozzánk, aki nem beszél esetleg angolul, vagy arabul, vagy bármilyen más, mondjuk Egyiptomban is gyakrabban beszélt idegen nyelvet, akkor tolmácsot biztosítunk, és akkor ilyenkor viszont a programok magyarul zajlanak, és arabra fordítjuk a programot. És ilyenkor, tehát ez nem, tényleg ilyenkor nem probléma, hogyha bárki kérdéseket szeretne feltenni, akkor a tolmács azért van ott, hogy akkor segítsen nekünk ebben. De már olyan is volt például, hogy angolul zajlott egy előadás, és aztán a közönség soraiban végül volt egy ilyen angol, tehát hogy akkor akár én magam is lefordítottam kérdéseket és válaszokat. Tehát, hogy igazából tényleg arra próbálunk törekedni, hogy mindenki úgy menjen el az intézetből, hogy gazdagodott valamivel. Tehát, hogy akkor érdemes volt eljönni, és érdemes volt nálunk eltölteni azt a másfél órát. Milyen szerepe van ennek a kulturális intézetnek az ásatásokkal kapcsolatos tevékenységben? Igazából a mi feladatunk elsősorban, hogy is mondjam, tehát én adminisztrációs, tehát hogy az összes régészeti misztióval egész évben áttartjuk a kapcsolatot, segítünk nekik például az ásatási engedélyek beszerzésében, tehát mert ugye ott van Kairóban az a hivatal, akkor mert leadjuk az engedélyeket, bármiféle változás van a jogszabályokban, akkor erről mi mindig értesítjük a régészeket is, amikor a múzeumi belépőket, mindegy, ez egy ilyen teljesen az ottani ásatáshoz kötődő, még apró intéznivaló, ezeket kell intézni, akkor ezt is intézzük. Gyakorlatilag mindig rajtunk keresztül tudják, hogy körülbelül mikor kezdődhet el az ásatás, és akkor ennek megfelelően tudják ők is vásárolni akár a repülőjegyeket. Illetve hát most tavasszal volt egy könyvbemutató, gyakorlatilag a 2015-ös magyar régészeti ásatásoknak állapotát rögzítette. A Nemzeti Kulturális Alap segítségével jelentettük meg ezt a publikációt, amelyet aztán most márciusban mutattunk be. És ennek a publikációnak egyébként van egy nem titkolt célja is, hogy ez egy folyamatos sorozat legyen, és arról adjon tanúbizonyságot, hogy a magyar-egyiptomi kulturális kapcsolatok milyen fejlődési fokozaton megy végig, hogy lenyomata legyen annak, hogy magyar tudósok, művészek járnak ki Kairóba, és hogy ez az legyen az a fórum, ahol az ő munkájukat, előadásaikat akár
össze tudnánk foglalni. Hogy visszatérve, tehát gyakorlatilag mi, amiben csak lehet, próbáljuk támogatni a mi régészeinket. Én például személy szerint meglátogattam mind a három régészeti missziót. Ennek az is volt a haszna, hogy amikor ők beszélnek, amikor így pontosan tudom, hogy melyik helyekről beszélnek, hogy hova kell odafigyelni, stb. És hát mondom, mi próbáljuk intézni azokat az ügyeket, amit sokkal könnyebb úgy, nem is tudom, nyílbe ütni, hogy az ember ott van Kairóban, és nem Budapestről kell telefonálgatni. Tehát mi vagyunk úgymond az ő hátországuk egy picit. Orientalisták, arabistáknak van hasonló programja? Igazából Magyarországon van az Avicenna intézet, és nekik van egy ösztöndi programok a kinti, egy dominikánus kutatóközponttal. Az úgy alakult ki annak a rendszere, hogy igazából a magyar intézet közbejárására nincs szükség, mert az amúgy is gördülékenyen működik. Mi annyiban figyelünk oda, hogy mindig tudjuk, hogy éppen ki érkezik, hogy azzal a kutatóval egy hónapra jönnek általában ezek a kutatók, hogy azzal a kutatóval minden rendben legyen, hogyha bármi probléma van, akkor mi is ott vagyunk, de mondom közben az az intézmény, ahol ők dolgoznak, kutatnak, ők is abszolút gondot fordítanak rájuk, és egyébként aztán innen jön az intézetnek az a hagyománya, hogy minden egyes hónapban egy tudományos előadást tudunk tartani. Tehát ezekkel a kutatókkal akkor így is kapcsolatban vagyunk, hogy tehát helyet adunk nekik, annak, hogy bemutassák az ő tudományos munkájukat, és hát mi meg örülünk annak, hogy akkor az intézetben még egy programmal többet, egy tudományos programot tudunk kínálni az egyiptomi közönségnek. Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp.
Folytatjuk műsorunkat a kaleidoszkóppal. Szentendrén a Ferenci Múzeum Centrumban F. Számbó István a Gyönyör visszhangja című kiállítás. A művésznek az utóbbi időben készült alkotásait mutatja be elsősorban, egy sajátos magány mitológiát, amely a tömegízlést kiszolgáló popkultúrából merít, egyfajta szürrealista, neodadaista művészi univerzumot teremtve meg. Vegyes technikával találhatóak itt merített papírra nyomtatott, festett új kollekciói, de a hagyományos olajfarost képek is feltűnnek. Emellett a legfrissebb alkotások mellett a legkorábbi műveiből is látható néhány részlet, 1969-re datálható égi heti lapként definiált fiktív levelezésének egyik fotomontázs verslapja is, maga a cím innen, a Gyönyör visszhangja, tehát innen ered, és az életmű szertágazó voltát jól szemléltetik filmek és performance dokumentumok, amik szintén megtekinthetők itt egy új portréfilmmel együtt. Szintén Szentendrén a Barcsai Múzeumban Igor Minárik Időtlen jelenlét című kiállítása nyílik meg 27-én, ahol a szlovák képzőművészet analitikus festészetet nagyon magas színvonalon képviselő kiemelkedő személyisége mutatkozik be, érzékeny, absztrakt festészetével, mely tempera technikával készített képekkel jelentkezik. Pontból, vonalból, formából, síkből, térből, színből indulnak ki rajzfestményei, vagyis a rajz spontaneitását és a szín kifejező erejét ötvözi bennük. Emellett asszamblázsokat is lehet látni, ahol a különböző természeti vagy civilizációs eredetű anyagtöredékeket egyesíti aprólékos technikájával, amelyik rendkívül lassú is egyébként, és a kozmikus ragyogású átszellemült poétika az anyag érzéki felületének hangsúlyozására építő kompozíciókat hoz létre. A mulandó anyagból létrehozott mű időbelisége, a transzcendenciába hajló lét határtalansága, a szín és monokrómia lehetőségei, ezek azok a célkitűzések, amiket műveivel kutat. Egyébként Magyarországon 2001-ben a Ludwig Múzeumban már egyszer szerepelt. Miskolcon, a Miskolci Galériában Pálfalusi Attila Kísérletező Természet című kiállítása szintén egy modern művészeti kiállítás, a pop arthoz és a neoavangardhoz is kötődő életműből emelnek ki nagyméretű festményeket, plasztikákat és installációkat, úgyhogy több évtizedet felölelő munkásságának egyfajta áttekintését nyújtja ez a kiállítás. Művészetére jellemző a forma és anyag együttállások utáni kutatás, a látszólag összeférhetetlen tárgyakat és fogalmakat rendezi absztrakt kompozícióba. Fia a Miskolci Galériában szintén bemutatkozik, mégpedig Tóthfalusi Attila Viktor Movie Light című kiállításon, ahol egy kinetikus installáció tekinthető meg, egyfajta filmalkotás, amelyik a látogatót helyezi a középpontba. Mint egy tükör, úgy jelenik meg a vetítővászon, egyfajta filmes tükörré alakulva, ahol a valóság és a fikció, a jó és a rossz tükröződik vissza. Mesterdiplomáját egyébként idén szerezte meg, és média dizájn szakon. Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban Nyitott szemmel Somogyi Márk fotoművész gyűjteményes kiállítása tekinthető meg, aki hosszú svájci tartózkodás után tért vissza Magyarországra, és egyfajta sajátos szemlélettel készíti nem csak grafikáit, hanem fényképfelvételeit is. A környezetünkben és a bennünk lejlő csodákra, értékekre kívánja felhívni a figyelmet. A bemutatott alkotások 4 nagy csoportra oszthatók, a Minta Természet című sorozat, amely a természet iránti tiszteletet és a természet csodálatát mutatja be, absztrakt kompozíciókká alakítva a természetet. Egy kínai fotósorozat, amelyik egy 100 éves kínai teaház világába invitál minket, az ember és a hétköznapi élet szépségeit kiemelve. A Szépséges borászat, itt a reklámfotós és grafikus tervezőnek a tevékenységei egyaránt érvényesülnek,
végül az Ingókövek című sorozat, amely fekete-fehér, a természeti elemeket mutatja be ilyen formában. Ezeket az absztrakt kompozíciókat egészítik ki a Tűzsárkány című fotográfiája, amelyet nem eredetiében van itt jelen, hanem átdolgozta fa domborzattá, és kétirányú fényjátékkal vetítve jelenik meg, állandóan megújuló, változó látványt nyújtva. Másfajta művészetet képvisel a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum Budapesten Ifjú Mesterek Remekei című kiállítása. Itt a népi iparművészetnek az ifjú mesterei válogatott alkotásai tekinthetők meg a legkülönbözőbb anyagoknak a felhasználásával, de valamennyinél hagyományos technikával. Népművészettel kapcsolatban Szentendre Skanzen Galéria is nagyon fontos, gyűjtőpontok, új épületek és tárgyak 2010-2015 október végéig tekinthető meg. Az elmúlt 5 év kutatásairól, gyűjtő munkájáról ad egyfajta áttekintést 3 csoportban. A készülő erdélyi tájegységhez kapcsolódó kutatások, a magyar diaszporára vonatkozó, itt észak-amerikai kutatásokról van szó, és a 20. századi életmód változásoknak a kutatása, amit bemutatnak. Mindezt a kortárs Nemzetközi Szabadtéri Múzeológia módszertanát követve teszik, vagyis személyes vagy közösségi történetekkel kiegészítve, a gyűjtés megőrzés bemutatás mellett a tanítás, meghökkentés és a reagálás különböző gazdasági és társadalmi problémákra egyaránt a feladataik közé tartoznak. A feladatok bővülésén kívül a tematika is bővült. A parasztságon kívüli társadalmi csoportoknak a bemutatására is törekednek, az időkeretek is, mint láttuk, tágultak, és a földrajzi keretek is. Ennek köszönhetően például drakolás hógömböt, inaktelki festett varrószéket, a pennsylvániai boarding house-ban fellelt gramofont egyaránt meg lehet találni a kiállításon. És ha valaki a Skanzenben jár, akkor érdemes a Mészáros Gyuritól Harry Potteri kiállítást is megnézni, amely gyerekekhez és felnőttekhez egyaránt szól. Mészáros Gyuri ugyanis egy erdélyi mesehős, és Harry Potterhez, Luke Skywalkerhez hasonlítják az alakját, a mesék sajátos logikáját, szimbólumrendszerét kutatva és bemutatva. A meséknek többféle funkciója van, alapvetően az elalvás segítik, az egyhangú munkát könnyítik, problémás élethelyzetekre megoldási lehetőségeket nyújtanak, vagy pedig elfojtott traumáknak a feloldására szolgálnak. Ugyanakkor sajátos logikát követnek, és számos író tudatosan épít erre a logikára. Vladimir Jakovlevics Propnak köszönhetjük a Mese morfológiája című művet. Itt az orosz népmeséknek a közös jegyeit kutatva arra az eredményre jutott, hogy 31 jól bevált funkcióval rendelkeznek ezek a mesék, és 7 állandó szerepkör van, ami azt jelenti, hogy egyes szereplők több szerepkört is magukba egyesíthetnek, de ezek a szerepkörök önállóan is megállják a helyüket. Ilyen szerepkörök a hős, az álhős, az útnak indító személy, az adományozó, a segítő, a kárt okozó és a király kisasszony. Mint ebből is kiderül, a mese egyik legfontosabb kezdő eleme az útnak indítás. Ezen kívül fontos elem például az állatoknak, a segítő állatoknak a megjelenése, varázserejű tárgyhoz való hozzájutás, ellenféllel való küzdelem, és természetesen a király kisasszony kezének a megnyerése. A Skanzen a kiállításán a varázsmesék testen kívül rejtett erő típusát mutatják be, és magyarázzák el az ott megjelenő szimbólumokat, rejtett jelentéseket, összefüggéseket, mindezeket pedig a Harry Potter és Luke Skywalker történetén keresztül, illetőleg az erdélyi Mészáros Gyuri történetével. Végezetül még a Solymári dr. Jablonka István helytörténeti gyűjtemény Múltunk üzenete című kiállításra hívom föl figyelmet, melyet annak emlékére rendeztek,
hogy Sojmár első okleveles említése 750 évvel ezelőttre datálható. Előzetesként pedig szeretném fölhívni a figyelmet Szombathelyen, a Szombathelyi Képtárban Rózsa Anna Alapítvány művei a Szombathelyi Képtár gyűjteményében című kiállításra, ahol Rózsa Anna 1908-ban Budapesten született, ahol Rózsa Anna 1908-ban Budapesten született művésznőnek az emlékének, az ápolására, a művészi hagyatékának, alkotói emberi magatartásának széles körű megismertetésére létrejött alapítvány mutatkozik be, amelyik éppen ezért a kézi munkával készült szövött és hurkor divattörténetnek a kiemelkedő és meghatározó alakjának a személyén kívül a kortárs textilművészet tevékenységének az elősegítését és támogatását is célzó alapítványnak, alapítvány keretében létrehozott műveket is bemutat. Kellemes kiállítás látogatást kívánunk, jövő héten ismét jelentkezünk, viszont hallásra! Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.